történet 1971-ben kezdődött. Az ötvös kollégiumban jártam Mezei László professzor úrnak a fragmentakutatási, fragmentumkutatási szemináriumára. És akkor mondta a mezei tanár úr, hogy beléphetek segédként az mennybe, úgyhogy Borsa Gedeonék rögtön adtak is részfeladatot. Az akkor készülő második kötet személynév mutatójában vehettem részt. Amikor 1975-ben beléptem, akkor a csoportvezető Borsagedeum volt, a munkatársak Hol Béla, létszám fölötti piarista szerzetes, és Hervai Ferenc Ciszter szerzetes, szintén létszám fölötti, mind a kettőt megkurcolták, Borsagedeun is a piarista gimnáziumban végzett, úgy tudom, hogy Hol Bélával osztálytársak is voltak. Ott volt még Kerecsényi Ákos, aki addigra átkerült a tájékoztató osztályra. Úgyhogy dísz Protestánsként léptem be ebbe a társaságba. Ez a társaság készítette el az eredménynek az első kötetét. Megjelenése az óriási tudományos szenzáció volt. Egy nagy konferencia is foglalkozott vele, akin aztán részt vett mindenki, történészek, művészet történészek, Tehát a, a újkorral foglalkozó tudományos világnak az egészét megmozgatta akkor Magyarországon. Ez az egész történeti könyvészet, amivel mi foglalkozunk, ez egy értelmiségi hagyomány. Na most, a, a, ami nekem ebből új volt, hogy addig úgy gondoltam, hogy csak néphagyomány van, és az a tiszta forrás, Ab, abból kell táplálkozni. Akkor ébredtem rá, hogy van értelmiségi hagyomány, és például a nyelvművelés is ilyen érte, értelmiségi hagyomány. Tehát egy olyan hagyomány van a kezünkben, ami a közösségnek a legnagyobb szervező és összetartó ereje. Ennek az európai értelmiségügyi hagyománynak csak néhány elemét említeném itt meg. Először is az egymás iránti mély szolidaritása, az egymásnak a támogatása, a... a egzisztenciálisan is, emberileg is, ami megmutatkozik a, a csoportnak a történetén keresztül is, hogy ugye egyivású, egysorsú emberek sodródtak össze, de ott volt a mögöttük, a hátuk mögött a hatalomba beépülve Klanicai Tibor, aki az akadémiánál intézte azt, hogy ezek a gyanús múltú emberek kaphassanak valami pénzt és valamilyen életlehetőséget. A másik, a, a szolidaritáson kívül egymásnak a tisztelete, és legfőképpen az anyagnak a tisztelete. Az anyag megőrzése, rendszerezése iránti elhivatottság. Ez, ez volt a, azon kívül a, az adatoknak a tisztelete úgy, hogy hogy mindent ellenőrizni, mindent kritikával fogadni, a következtetéseket pedig a legszigorúbb logikával vinni véghez A régi magyarországi nyomtatványok egy összegzője a teljes magyarországi kultúrának. Amikor Szabó Károly megjelentette a régi magyar könyvtár első, második, harmadik kötetét, tehát a, itt az első és a második kötet a lényeges. Tehát a, a nyelvi hungarikumok és a területi hungarikumok az tükrözte a az akkori Magyarországnak a kultúrához való viszonyát. Tehát a magyar nyelvnek primátusa van. Az a fontos, ami magyarul van, és ami. Ő latinul van, szlovákul van, németül van, az csak járulékosan tartozik hozzá az a második kötet. Na most a borsáig gondolata volt az, hogy a két kötet anyagát egybe kell dolgozni, mert úgy egységes egész, amit aztán a gyakorlatban lehet látni, hogy megjelennek ugyanazok a kalendárium sorozatok, például magyarul, latinul, németül. Tehát ugyanazt kapja minden itt élő nép vagy nemzetiség. A vitaíratok elkezdődnek, magyarul folytatódnak, latinul, vagy fordítva elkezdődnek, latinul folytatódnak, magyarul. Nincs olyan, hogy hogy Erdély, Felvidék, Magyarország, mert írnak pozsonyban, válaszolnak rá Kolozsváron. Tehát, hogy ez valóban szerves egységként működött. A, 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 az egész ország hiába volt politikailag három részre szakítva, és így jönnek ki a valódi kulturális, lelki-mentális összefüggések a, a, az anyagból. Tehát egy önmagunknak egy ilyen történeti tükre.